Férfi labdarúgó csapatunk a Bajnokok Ligája selejtező harmadik fordulójának legerősebb csapatát, a Dinamo Zágrebet búcsúztatta 2-1 arányban. Játékosaink teljesítményét többféle mérőszámmal monitorozták a találkozó alatt. Mit mutatnak az adatok? Milyen teljesítménynek volt köszönhető a győzelem? Erről kérdeztük Bali Pétert, a csapat erőléti edzőjét, valamint sportmenedzserünket, Hajnal Tamást. Többféle paramétert nézünk, mint mindenki más a világon, és már szerencsére Magyarországon is egyre többen. Ez az összmozgás mennyiségnek a mutatói, azok itt a második, ugye itt először látjuk, hogy hány percet játszott egy játékos, és ugye itt volt azért hosszabbítás 5 perc, tehát itt egy 98 perces mérkőzésről beszélünk. Itt látjuk a magas intenzitású zónákat, látjuk azt, hogy mennyit sprinteltek a játékosok, gyorsulások, maximális gyorsulásnak a mutatója is ott van, aminél szintén látjuk, hogy a tokmak azért nem véletlenül kiemelkedik ebből a mezőnyből, hogy extrém, maximális gyorsulása van. De vajon hány kilométer per órás sebességre voltak képesek a leggyorsabb játékosaink? Voltak 33, a tokmak 34 felett is futott, szóval ez tényleg extrém gyorsnak is nevezhető. De ugye ezek szükségesek ahhoz, hogy egy ilyen szinten tudjunk ilyen teljesítményt nyújtani, ami lehetővé teszi azt, hogy Dinamót meg tudjunk verni. Stábunk arra is kíváncsi volt, hogy egy magyar bajnoki találkozóhoz képest mely értékek között figyelhető meg eltérés egy nemzetközi találkozón. Talán a sprint mennyiség volt, ami több lett ezen a mérkőzésen, de ugye az nagyon fontos mindig, hogy milyen játékosok vannak a pályán. Tehát, hogyha gyors játékosok, mint látjuk az Uzoni például ott van, vagy a Somi, ők amúgy is beletesznek. Ha nyilván ők nincsenek a pályán, ettől még tudsz nyerni meccset, de nincs annyi sprint benne. Tehát, hogy ez mindig azért attól is függ, hogy milyen játékosok vannak a pályán, meg milyen a taktika, meg milyen az ellenfélnek a taktikája. Hajnal Tamás szerint a győzelem kulcsa az volt, hogy több játékosunk is nemzetközi szintű teljesítményt nyújtott. Voltak kimagaslóan, nemzetközi szinten is kimagasló eredmények, ugye itt a Szomáliát és az Uzoni tudnám kiemelni, akik ugye az összfutó teljesítmény mellett is, ami 12 kilométer, egy picit a fölött is volt a Szomáliánál, viszont ami lényeges benne, hogy a magas intenzitású futás és a sprintek száma az 1200 méter körül volt, ami nagyon magas. Nyilván ezt azért bírni kell, tehát erre azért próbáljuk fölkészíteni a játékosokat a napi edzés munkába, meg a megfelelő regeneráció, ami nagyon fontos ilyen szempontból, hogy a meccsről meccsre, mondjuk, ha esetleg két meccs van, akkor viszonylag frissen tudjanak belemenni ezekbe a meccsekbe. A svéd Djurgården 2-0-ás hazai legyőzése után a skót Celtic várt a csapatunkra Glasgow-ban, melyet nagy küzdelemben 2-1-re sikerült legyőzni, akárcsak a Dinamo Zágrebet a Grupama arénában. Hajnal Tamást megkértük, hasonlítsa össze a Celtic, illetve a Dinamo Zágreb elleni összecsapást. A Dinamo ellen azért jobban tudtuk kontrollálni, dominálni is a játékot a mérkőzés bizonyos fázisaiban, mint a Celtic ellen. A gyors vezetésünk után, amikor a Dinamo aztán nagyon nagy nyomást tudott ránk helyezni, az volt tulajdonképpen a mérkőzésnek az a fázisa, amikor ők domináltak. A Celticnél viszont azért sokkal többet voltunk, ugye a saját térfelünkre is beszorulva, sokkal több kapulalövése volt az ellenfélnek. Ott azért arra volt szükség, hogy nagyon effektívek voltunk a helyzet kihasználásban. A Dinamo Zágreb elleni 2-1-re megnyert összecsapáson több játékosunk is kimagasló teljesítményt nyújtott. Például a nyáron a csapatunkhoz érkezett bosnyák Adnan Kovacevic 7 párharcából 6-ot megnyert és 88%-os pontossággal passzolt. Mellette középpályásaink is remekül teljesítettek. Például Ihor Haratyin 99%-os passzpontossággal játszotta végig a találkozót, míg Szomália 14 labdát szerzett, ami a legtöbb volt a mezőnyben. Ugye Igor az, aki inkább hátulról szereti, hogy a pályát maga előtt tudni és úgy irányítani, úgy elindítani a támadásainkat. Ez mutatta most, hogy az ő passz hatékonysága vagy nagyon magas volt. A Szomi fizikálisan egy hihetetlenül nagy munkabírású játékos, aki rengeteg labdát tud szerezni, és ez óriási erény, ami hiányzott mondjuk a tavalyi csapatból, ami nem volt nekünk meg, szóval ez egy nagy különbség. És Sigi természetesen, aki jó kiegészíti ezt, ugye a nagy munkabírásával, a lelkes játékával, és ő is ugye a passz hatékonyságával. És itt még azért van egy Lajdunink is, Bécsei Bálint is azért még úgy a háttérben, akik adott esetben még több opciót is tudnak nyújtani, de az tény, hogy a tavalyi mérkőzéshez képest tényleg ez kulcs feladat volt, mert tavaly azért Olmo, Ademi, Golyák azért fölénk, Moró volt, ugye akkor még ők most ugye eligazoltak, két játékos ebből, hozzánk érkeztek ebbe a csapatrészbe, úgyhogy ez fontos szerepet játszott, hogy
hogy tényleg ehhez a szinthez föl tudtunk zárkozni most, ami a Dinamót jelenti. A nyári erősítések mellett sportmenedzserünk a csapat mentális tartását emelte ki, ami a Dinamó elleni győztes meccsen is megmutatkozott. Két éve nemzetközi mérkőzéseken veretlenek vagyunk idegenben például, és azért nagyon nagy csapatokkal is játszottunk, akik lényegesen esélyesebbek voltak, és a mérkőzéseknek mindig voltak nagyon nehéz fázisai, ahol nyomás alatt voltunk, ahol jó kapus teljesítményre volt szükség. Soha nem volt olyan, hogy a csapat összeesett volna, szóval soha nem volt az, hogy tényleg bármi úgy kizökkentette volna az egyensúlyból, ami lehetett volna most is egy Dinamó meccsen, és az egyenlítés után azt mondott, fú, dominál az ellenfél, nehéz lesz itt már semmi. Játsszuk tovább a játékunkat, nem hagyjuk magunkat elbizonytalanítani, ez nagyon nagy erényünk. Sziasztok, Nagy Gergő vagyok, a Ferencváros Jégkorong csapatának kapitánya. Az elmúlt két esztendőben 5 trófát hódítottunk el. Az idei szezontól a Tüskecsarnokban játszunk. Gyertek és éljetek át a hamisítatlan Fradi hoki élményt. Hajrá, Fradi!